Kutatni az állatvilágot nem csak szép és érdekfeszítő, de bizony sok meglepő, fontos, felhasználható, messze menő következtetések levonására alkalmas eredményeket szülhet, amely a tudományt, az emberi ismereteket gazdagítja, a világunk, környezetünk, felépítésünk, magunk megértését segíti elő. Vágási Csongor és Papp Péter biológus kutató a vendégem, őket faggatom legújabb tanulmányuk kapcsán. Jó napot kívánok! Jó napot kívánunk, köszöntjük a kedves nézőket! Nos, mondom is a kutatásnak a címét, Sexual Dimorphism in Immune Function and Oxidative Physiology Across Birds, The Role of Sexual Selection. Nagyon komplex címe van ennek a kutatásnak. Lássuk, hogy miről is szól ez. Igen, a cím elrettentő lehet, de megpróbálom itt néhány szóban akkor közérthetően felvázolni. Hát amivel mi foglalkozunk valójában, az a nemek közti egészségi állapotban lévő különbség. És hát a nézőkben megfogalmazódhat a kérdés, hogy miért érdekes ez egyáltalán. Azért motivál minket ennek a tudományos kérdésnek a vizsgálata, mert ismerjük azt, hogy nemek között jelentős különbségek lehetnek különböző demográfiai mutatókban. Például sokak számára ismerős lehet az, hogy az emberek körében a hölgyek hosszabbat élnek. Például, hogyha megnézzük a centenáriusok szelek társaságát, azokat a személyeket, akik betöltötték a századik életkort, vagy életévet, ezeknek a 75%-át hölgyek teszik ki. És hogyha fennebb lépünk egy szinttel, és megnézzük a szupercentenáriusok körében, kiket találunk, ők azok, akik a 110. életévet betöltötték, ott több mint 90%-a ennek a világviszonylatban 500-600 személynek hölgy. Tehát ebből azt mondhatjuk, hogy embernél legalábbis a hölgyek látszólag hosszabb életet élhetnek, mint a férfiak. És újabb kutatások fényében úgy tűnik, hogy ez, mint oly sok más biológiai tulajdonság esetében, nem az emberre érvényes, kivételes különbség, hanem az állatvilágban általánosan vagy általánosabban is megfigyelhető. Tehát sok emlős esetén igaz ez az összefüggés, hogy a nőstény egyedek többet élnek, mint azonos fajú hímek. És hát a túlélés, a mortalitás, meg az élethossz ugye mindig is foglalkoztatta az emberiséget, viszonylag régóta vizsgálják ezt tudományosan, de mindezek ellenére mai napig keveset tudunk erről. Keveset tudunk arról is, hogy a nemek között miből adódik ez a különbség. Tehát ez mai napig a biológiának egy kevéssé ismert forró kérdése. És az egészségi állapot akkor hogy jön ebbe a képbe? Úgy, hogy amellett, hogy a hölgyek hosszabbat élnek embernél, azt is tudjuk, hogy számos öregkori megbetegedés általi rizikó, vagy ennek a valószínűsége gyakorisága nagyobb férfiaknál, mint hölgyeknél. Gondolhatunk itt daganatos megbetegedésekre, vagy szívérrendszeri megbetegedésekre, de akár a COVID-19-es világjárvány esetén is a súlyos megbetegedések gyakoribbak férfiaknál, mint hölgyeknél. Tehát úgy tűnik, hogy az egészségi állapotban lehetnek olyan nemi különbségek, amelyek aztán túlélésben is megmutatkoznak. És a mi vizsgálatunk ezzel foglalkozott, arra voltunk kíváncsiak, hogy madarak körében legalábbis van-e ilyen egészségi állapotbeni különbség hímek és nőstények között, madaraknál ezeket tojóknak mondjuk, és hogy mivel magyarázható ez a nemi különbség, ha egyáltalán létezik. Milyen állatokat kutattak, ugye, mert emlősökről szó volt már, illetve benne van a címbe is, hogy madarakat is kutattak? Igen, azért hoztam emlősös példát, mert az emberhez közelebb áll, ugye mi magunk is emlősök vagyunk, és valahogy a demográfiai vizsgálatok népszerűbbek emlősök körében, és itt a felmerülhet a kérdés, hogy egyáltalán ezt hogyan lehet vizsgálni, hogyan lehet megtámadni ezt a tudományos kérdéskört, és emlősöknél legalábbis az egyik uralkodó magyarázata az, hogy ha megnézzük, hogy milyenek a nemi szerepek, mit tesznek a hímek, és mit tesznek a nőstények, akkor azt látjuk, hogy
emlősöknél általánosan, vagy hát viszonylag széleskörűen igaz az, hogy a hímek poligám párzásúak, tehát egymással küzdenek a hímek azért, hogy minél több nősténnyel párba állhassanak, ők tehát az utódok számán keresztül próbálnak egy nagy fitness, nagy rátermettséget elérni, gyors életvitelőek, és lehet, hogy ez a gyors életvitel okozza aztán az egészségi állapotuk romlását. Gyorsabban égnek a férfiak, és lehet, hogy két végén is égetik, ugye. Péter, kik vettek részt ebben a kutatásban, illetve hogyan zajlik le egy ilyen kutatás? Csongi is említette, kollégám, mi madarakon dolgozunk elsősorban, vannak emlősös vizsgálataink is, de ez inkább érintőleges. Terepi körülmények között dolgozunk, és ez a vizsgálat, ez egy úgynevezett komparatív vizsgálat, vagy összehasonlító vizsgálat, ami annyit jelent, hogy nagyon sok madárfajt foglal magában, körülbelül 100, pontosabban szóval 97 madárfaj adatait dolgoztuk fel, és ez röviden úgy néz ki, hogy hát az elmúlt évek során nagyon-nagyon sokat jártunk terepre, elsősorban az országba, és különböző madárfajokat próbáltunk megfogni, illetve mintákat gyűjteni hímektől és tojoktól, vérmintákat, amiket aztán majd később a laborban elemeztünk, itt Kolozsváron, Budapesten, Berlinben. Mikor megvoltak ezek a minták, tehát a laborban különböző kollégák, mi is, illetve mások kielemezték a mintákat, aztán utána kezdődött az adatrendezés, adatfeldolgozás, és nagyon-nagyon röviden dióhéjban a technikai része ennek a vizsgálatnak így nézett ki. Még csak annyit tennék hozzá, hogy ez az összehasonlító vizsgálat, vagy típusú vizsgálat azért mondjuk az, hogy robusztus vagy nagyon előnyös ilyen szempontból, mert nagyon megbízható eredményeket tud szolgáltatni, ugyanis nem csak egy-egy fajra ad egy-egy következtetést, hanem egy általános mintázatot tud feltárni. Úgyhogy mi vizsgálatunk alapján elég nagy biztonsággal elmondhatjuk azt, hogy a madaraknál, legalábbis az európai mérsékelt égi madaraknál ez a kép valószínű. Ugye az eltérő nemi szerepekről, mert arról is szó van ebben, tehát eléggé megosztik az emberek véleménye, illetve tudományoknak is lehet a véleménye, mert a gender elméleteknek is megvan az álláspontja ezt illetően, úgy látszik a biológia azt mondja, hogy mégis vannak különbségek, meglehetősen nagy különbségek nemi szerepekben is, illetve másban is a hím és a nőstény egyedek között. Összességében melyek a legfontosabb következtetése ennek a kutatásnak? Azt találtuk mi, hogy a fajainkra, hogyha egy általános összefüggést kell megfogalmazni, akkor igen, van nemi különbség egészségi állapotban, mégpedig immunológiai paraméterekben a tojók, tehát a nőstény egyedek jobban teljesítenek madarak körében legalábbis. De ez a nemi különbség nem magyarázható az eltérő nemi szerepekkel. Tehát az, hogy a hímek inkább egymással versengenek, illetve a nőstények, a tojók inkább az utódok gondozásával foglalkoznak, ez nincsen összefüggésben a köztük lévő egészségi állapotban megmutatkozó különbségekkel. Tehát az egészségi állapot eltérése hímek és tojók között vélhetően nem ebből a szaporodással kapcsolatos nemi szerepekben lévő különbséggel magyarázható. Péter? Még egy dolgot hozzátennék ahhoz, amit Csongi mondott. Igen, ez egy... Tehát egy robusztus eredményt találtunk, illetve még annyit hozzátennék, hogy úgy tűnik, hogy ez a különbség, ami megfigyelhető a nemek között, ez nem, nincs ennek egy filogenetikai jele, ami annyit jelent, hogy nem magyarázható egy közös eredettel például, vagy azzal, hogy egy adott faj milyen csoportba tartozik. Úgy tűnik, hogy ez teljesen véletlenszerűen alakulhat ki különböző fajok között, véletlenszerű abban az értelemben, hogy egyik fajnak a mintázata nem magyarázza már egy rokonfajnak például a mintázatát. Általában a tojók azok, vagy a nőstények azok, amelyek robusztusabb immunrendszerrel rendelkeznek, de egyrészt nem törvényszerű, persze természetesen vannak különbségek, és ez a törzsfán véletlenszerűen jelenik meg mondjuk az, hogy az eltérés. Igen, érdekes ez a kutatás, és még úgy tudom, hogy még több más
hát ilyen tudományos dolgozaton is dolgoznak, úgyhogy majd vissza fogunk még térni ezekre is. Egyelőre köszönöm szépen a jelenlétet Vágási Csongornak, illetve Pap Péter Lászlónak, biológus kutatóknak, a Bábesbolyai Tudományegyetem Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet munkatársainak. Köszönöm szépen, és további jó kutatásokat! Köszönjük a meghívást! Köszönjük a meghívást!